Mohácsó már most csata van, 1526-ban. A néhai polgárszorút ezt szeretnék? Ezzel a kérdéssel fordultak a frissen beiktatott mohácsi polgármesterhez a város közgyűlésének alakuló ülése után pénteken. Szekó József halála miatt az ellene induló szocialista Csorbai Ferencnek akár egy érvényes szavazat is elég lett volna a győzelemhez. Végül 1867 igen szavazatot kapott és 4076 érvénytelent. Mohács fejlődése érdekében és azok a projekteknek a továbbvitele érdekében azt gondoltam, hogy ennek a városnak a vezetésének folyamatosnak kell lenni. Így indokolta a polgármester, miért nem lépett vissza Szekő József halála miatt. Azt azonban nem tudja, hogy mi lesz 6 hónap után a Fidesz-KDNP többségű közgyűlésben. Majd ez a fél évvel fogja dönteni. Az együttműködés számomra nyitott. Én kooperatív vagyok, együttműködő vagyok, tehát én nagyon szeretném, hogyha a képviselőtestület minden tagja a város érdekében úgy munkálkodna, hogy az... Fél év után meg pedig majd húzunk egy vonalat, értékelünk, és akkor meglátjuk, hogy mi fog történni. A jogszabály szerint 6 hónap után oszlathatja fel magát a mohácsi közgyűlés. A többségben lévő fideszes oldal ezt szeretné. Én azt gondolom, hogy a városnak tartozunk ennyivel, hogy egy tisztességes és becsületes versenyben dőljön el az új polgármester személye. Addig azonban mérsékelt együttműködésre hajlandó csak a Fidesz-KDNP frakció. Nekünk, képviselőknek a város érdekében kell dolgozni, minden beruházást folytatnunk kell, össze kell állítanunk a következő évi költségvetést, meg kell szavaznunk az adószabályainkat, amiket évvégén meg szoktunk tenni, és én azt ígérem, hogy mérsékelt konstruktivitással fogunk a polgármester mellé állni. Fél év után pedig kezdeményezik az önfeloszlatást. Pávkovics Gábor már korábban jelezte, hogy vállalni fogja a polgármester jelöltséget. Ehhez azonban még hivatalosan a városi elnökségnek támogatnia kell.